legnagyobb különbség egy sima sportfegyverhez képest ez a szerkezet, mert igazából a csövünk és az elsütő szerkezet szinte ugyanaz. Ezt hívják Fortner szerkezetnek, amit az Anschutz talált ki. Ez egy félautomata fegyver, úgymond. Be kell helyeznünk egy tárat, amiben csak 5 lőszer fér. Ugye ez most üres. Amit behelyeztük, utána rá kell csuknunk szépen ezt a zárdugattyút, és utána az elsütő billentyű elhúzásával tudjuk leadni a lövést. Ahhoz, hogy kidobja az elsütött lőszert, ennek a hüvelyét, ahhoz fel kell húznunk a zárdugattyút, újra visszacsukni, és megy a következő lövés. Így végig az 5 lövést, földobjuk a hátunkra a puszkát, ehhez van ez a várhebedel, vagy horci. Ez itt a diopter, ami tulajdonképpen az első ringből, tunelházból, és ebből a ringből áll. Tulajdonképpen mi 3 karikát látunk, a kinti célt, ami egy fekete kör. Látjuk itt az első tunelházban a ringet, ami egy gyűrű, és hátul itt a nézőképen látunk egy harmadik kört. Ezt kell koncentrikusan összehoznunk, és ha pontosan és finoman sütünk, akkor ebből lesz a találat. Ugye mi nem látjuk, amikor például a fekvőlövészet lőjük, ugyanakkor a célt látunk, mint egy sör alátét, de igazából akkor egy sörös kupak méretű bukóra lövünk. Amikor fekvőlövünk, akkor ez nagyobb, akkor ez egy sör alátét méret. De ezt mi nem látjuk, tehát ez nem távcső, ez egy diopter, ez nyílt irányzék. Még 2 fontos dolgot szeretném megemlíteni, az egyik a szemellenzők. Ez azért van, hogy ha oldalról jön fény, vagy pedig zavarna egyébként a másik nyitott szem, a nem célzó szemnek a nyitottsága, ez letakarja azt. Igazából azért nem csukjuk be a másik szemet, mert akkor a célzó szemnek is csökken a látásmezője. Itt pedig látható, hogy le lehet csukni, hogy ne menjen be a hó, hogyha esik, ha ugyanez van a puska végén is. És ami nagyon fontos, hogy itt tudunk állítani, amikor látjuk, hogy a szélzászló bizonyos irányba áll, akkor hogyha magas helyre lőttünk, akkor itt jobbra tekerünk 2-t, ha alacsony volt a lövés, akkor balra. Ha jobbra fúj a szél, akkor erre tekerünk. Attól függően, hogy mennyire erős a szél, annyit kattintunk. Körülbelül 2 kattanás az olyan 1,5 centit visszadébb. 1,5 centit, 1 centit. Nekem itt állítható ez a ring. Ez azt jelenti, hogy a külső gyűrűt tudom nagyobbá vagy kisebbé tenni, attól függően, hogy mennyire élesek a látási viszonyok. Ha jók a látási viszonyok, akkor tudom szűkíteni. 3,5 mm-ről be tudom hozni akár 2,5-re. Ha nagyon ködös vagy rossz idő van, akkor meg kinyitom akár 5 mm-esre. Egyéb dolgok. Ez a fekvőlövészetet segíti, ez a támasz. Ez itt fölhelyezkedik a vállamra, és picit stabilizál. Továbbá van egy karszi, amivel be tudom akasztani ezt a kampót. És akkor oldalirányú mozgást, ha jól van beállítva a fegyver, akkor szinte megszüntetem. Csak föl lemozog a puska. Ez pedig az állólövészethez fontos. Ezt beakasztom ide a hónom alá. Aztán felveszem a fegyvert. Rárakom a fejemre. És már mehetnek is a lövések. Igazából pisztolymarkathoz hasonlító egyéni kifaragás van majdnem minden versenyzőnél. Itt is látszik ez a kis sufni tuning. Itt kiváltam a gyári tust, itt pedig a támasztékot próbáltam minél komfortosabbá tenni. Egy ilyen puska körülbelül olyan 3000 euróba kerül. Az elsütő szerkezet és a cső kerül 1500 euróba, és másik 1500 euró a tus. Akkor még a plusz egyéb kiegészítő kerülhetnek ebbe-abba. Egy cső körülbelül 10 000 lövést bír, de ez utána egy picit romolhat a szórás. Köszönöm, mert ez nem megfelel.